Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Egy milliárd forintos beruházás Bátaszéken és Bátán, megoldódik a szennyvízelvezetés a településeken. Ünnepi készülődés, temetőfejlesztéssel várják a halottak napját Sióagárdon. Óvatosságra intenek, az ünnepek miatti lopásokra, balesetekre figyelmeztetnek a hatóságok. Az enyhe ősz a vírusoknak is kedvez, Tolnán sok gyerek betegen tölti a szülidőt. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Megoldódik a szennyvíz elvezetés Bátán, Lajvéron és Kövesden, továbbá megújul a szennyvíztelep Bátaszéken. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. A települések régóta vártak már erre a fejlesztésre. Csövek, markológépek, földkupacok jelzik, hogy a bátaszéki szennyvíztelepen javában zajlik a felújítás. A rekonstrukció egy közel 1 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg. Ez egy új medenceépítését és új technológiai elemeknek az elhelyezését jelenti. Erre azért volt szükség, hogy egyrészt megnövekszik majd a befogadott szennyvíznek a mennyisége, másrészt a tisztítási paraméterek már megváltoztak, tehát magasabb határértéket kellett a telepnek biztosítani ahhoz, hogy környezetvédelmi szempontból minél tisztítottabb szennyvizet lehessen kibocsátani. Ez fog lezajlani a beruházás keretében, illetve hát több település részünk is, ahol korábban nem sikerült a szennyvízvezetéket kiépíteni, most hálózattal kerül ellátásra. A beruházás befejeztével Bátaszék egész területét lefedi majd szennyvízhálózat, és megoldódik a szennyvíz elvezetés Lajvéron és Kövesden is, amit a helyiek régóta vártak már. Bátán pedig több ponton szennyvízhálózatot építenek ki. A polgármester szerint ezzel és egy korábbi ivóvízjavító projekttel együtt környezetvédelmi szempontból nagyot lép előre a település. Városra ugyanis csak olyan település válhat, ahol a közművek rendben vannak. A jelentősége nagyon nagy, hiszen pont az a falu rész nem volt ellátva szennyvíz elvezetéssel, ami védett terület, ami környezetvédelmileg nagyon fontos lett volna, és éveken keresztül dolgoztunk a képviselőtestülettel ezért, hogy végre egyszer megépüljön ez a projekt. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. A településeknek egyetlen forinttal sem kell hozzájárulniuk a beruházások költségeihez, egy pályázatnak köszönhetően. Több mint 300 millió forintot költhetnek el Decsen a házak előtti vízelvezető árokrendszer korszerűsítésére. A helyi önkormányzat pályázata már biztosan nyert, úgyhogy a munka hamarosan megkezdődhet. Alig látszanak a vízelvezető árkok a házak előtt ebben a Decsi utcában. Az évek alatt szinte teljesen eltűntek, gyakorlatilag egy szintben vannak a mellettük levő úttal. Ezeket az árkokat és még több másik utcában találhatóakat is fel tudja most újítatni az önkormányzat egy pályázatnak köszönhetően. Több helyen a betongyűrűket is kicserélik, és a falu egy részén lefedik az árkokat. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatódott, a képviselőtestületnek kell jóváhagyni, és akkor megindul a beruházás. Ez összesen egy 301 millió forintos beruházás jelent. A fejlesztést a területi és településfejlesztési operatív program részeként tudják elvégezni Decsen. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetően Tolna megyében 27,5 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. Meghaladta 9 tonnát hektáronként a kukorica idei termés átlaga Tolna megyében, ahol több mint 10 000 hektárral csökkent az utóbbi évben a növényvetés területe. 63.500 hektáron takarították be a termést, amely termőhelytől függően 5 és 14 tonna, átlagosan 9,3 tonna hektáronként. Ez a legmagasabb eredménynek számít országosan. Júniusban még úgy tűnt, hogy idén rekordtermés lehet kukoricából, de az augusztusi kánikula és csapadék hiány rontott az állományon. A szárazság miatt korábban szeptember elején kezdődött és október végén fejeződik be a betakarítás.
Nem csak a városokban készülnek a temetők üzemeltetői az ünnepre, a kis településeken is megszépülnek ilyenkor a kegyhelyek, Sióalgárdon például most zárult le egy fejlesztés. Ez teljesen fele lett festve, tehát tetőre lett cserélve. A felújított temető kápolnát mutatja Sióalgárd polgármestere. A kis kápolnát októberben kezdték el felújítani, most értek a végére. Kívülről teljesen helyreállították, de nem ez az egyetlen fejlesztés a temetőben, amivel a halottak napjára készülnek. A temető belső útjainak a felújítása volt a leglényegesebb. A kápolna is nagyon fontos volt, hogy új kinézetet kapjon, hiszen nagyon régóta nem volt már hozzányúlva. Új világítást kapott a temető, és egy illemhelyet is tudtunk csinálni. Sióalgárd polgármestere azt mondja, a következő napokban sok hozzátartozót várnak a település temetőjébe az ország távoli pontjairól, és fontosnak gondolták, hogy az ideérkezők egy rendezett és szépen felújított kegyeleti helyet lássanak. A településen több felújítás is párhuzamosan megy, de ezt mindenképpen fognak vele találkozni, és talán jó szívvel gondolnak arra, hogy még el is mentek innen, de azért a falu továbbra is fejlődik. A sióalgárdi temető felújítását a Paksi Atomerőmű Térségfejlesztési Alapítványának a támogatásával tudják megvalósítani. A munkákkal novemberre végeznek. 11. 1949 és 1995 között szolgálat közben elhunyt rendőről emlékeztek meg halottak napja alkalmából a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon Szekszárdon. A megemlékezésen részt vettek a hozzátartozók és Szabó Csaba rendőrfőkapitány, Ribányi József a Tolna megyei közgyűlés alelnöke és Göttlinger István Szekszárd aljegyzője. Az ünnepi beszéd után koszorúkat helyeztek el, és gyertyákat gyújtottak. Óvatosságra int a rendőrség és a katasztrófavédelem Minden Szentek és Halottak napja közelettével. A hatóságok arra hívják fel a figyelmet, hogy rengetegen indulnak el a temetők felé, amit a tolvajok megpróbálhatnak kihasználni. Emellett az is fontos, hogy figyeljünk a gyúlékony koszorúkra, nehogy tragédiába torkoljon az ünnep. Már napok óta érezhetően megnőtt a szekszárdi temetők forgalma. Erről számolt be híradónknak a kegyeleti helyeket üzemeltető cégvezetője. Ilyenkor gyakorlatilag az egész ország útra kell, ezért a rendőrség és a katasztrófavédelem óvatosságra int. Nem csak a temetőkben és azok környékén kell zsúfoltságra számítani. A tömegközlekedési eszközökön és az utcákon is rengeteg hozzátartozó lesz. Ezért a hatóságok azt kérik, mindenki figyeljen oda a személyes értékeire. Azokat érdemes lehetőleg a táskában vagy a kabátok belső zsebében tartani, de semmiképp sem szabad az autókban hagyni ezeket. Ékszereket pedig senki ne viseljen feltűnően. Az utak zsúfoltságából adódik az is, hogy gyakrabban fordulhatnak elő balesetek, ezért érdemes körültekintőbben vezetni a következő napokban. És mivel sokan akár több száz kilométert is utaznak, hogy felkeressék szeretteik sírját, fontos, hogy csak jó műszaki állapotú autóval induljanak útra halottak napja idején. Sokan otthon emlékeznek meg szeretteikről, ilyenkor különösen kell vigyázni a meggyújtott gyertyákkal és mécsesekkel. Tűzálló alapra helyezzük el, hogy a gyertya ne tudja felmelegíteni a környezetét, és ne tudjon meggyújtani semmi éghető anyagot a közelében. Az is fontos, hogy az éghető anyagokat távolítsuk el a közeléből, és hogyha elhagyjuk a helyiséget, ahol a gyertyát meggyújtottuk, akkor a gyertyát mindenképpen oltsuk el. A mécsesekkel és a könnyen lángra kapó koszorúkkal a temetőkben is óvatosan kell bánni, mondja a katasztrófa védelem szóvivője. Az éghető anyagokat itt is távolítsuk el a gyertyák közeléből, és amikor elhagyjuk a sírhelyet, akkor a gyertyát pedig oltsuk el. Tolna megyében egyébként az elmúlt években Minden Szentek és Halottak napja idején egyetlen tűzeset sem történt. Sértettek jelentkezését várja a Bonyhádi rendőrfőkapitányság. Üzletszerűen elkövetett csalás gyanúja miatt nyomoznak ismeretlen tettes ellen. Egy 45 és 50 év közötti férfi még júniusban a 65-ös főúton, illetve más forgalmas útszakaszokon több szemét is megállított, akiktól különböző ürüggyel, főként elhunyt édesapjával kapcsolatos ügyintézésre hivatkozva üzemanyagot vagy pénzt kért azzal az ígérettel, hogy azt egy pár nap múlva megadja. A férfi azonban ígéretét nem teljesítette, és így számos embert megkárosított. A rendőrség azt kéri, hogy akivel hasonló eset történt, jelentkezzen a Bonyhádi kapitányságon.
A hosszúra nyúló enyhe ősz kifejezetten kedvez a vírusoknak. Tolnán most a krupp okozott jelentősebb forgalmat az orvosi rendelőkben. A házi orvos azt mondja, a betegség akár súlyos, csak kórházban kezelhető tüneteket is okozhat. Egy édesanya töltötte fel ezt a videót az internetre. A képeken a fia lélegzetvétele hallatszik, a gyerek krupp-vírustól szenved. A betegség belégzéskor nehéz légzést okoz, emellett jellemző, hogy a beteg gyerek száraz, jellegzetes ugatóköhögés kíséretében veszi a levegőt. A legenyhébb esetben csak egy, úgy szokták a szülők mondani, egy ugatóköhögés, ez nagyon típusos, egy ilyen száraz, erőltetett köhögés, és hát ez az a súlyossági fok alapján hát elmehet odáig, hogy kifejezett nehéz légzés, belegzési nehezítettség van, tehát egy fulladásos állapot. A kisgyerekeknél jellemző roham súlyos, életveszélyes állapotot eredményezhet a kialakuló oxigénhiány, a szervezet kimerülése vagy a légút teljes elzárodása miatti fulladás következményeként. Ez a betegség jelent meg most Tolnán a gyerekek között, ketten kórházba is kerültek. Megelőzni én nem gondolom, hogy ezt meg lehetne. Ez az ősz-tavasz betegsége, de szerintem kimondottan az időjárás függő dolog. Bár kifejezetten a krupp megelőzésére nincs kidolgozott módszertan, a szakértő mégis azt mondja, a felső légúti betegségek ellen legkönnyebben sok vitamin és folyadék bevitelével és rendszeres testmozgással lehet a legtöbbet tenni. Az MB2-es dorogot még az előző körben elbúcsúztatta a labdarúgó magyar kupából a szekszárdi UFC MB3-as csapata, de az újabb körben a szintén másodosztályú Budafok ellen már nem sikerült a bravúr. 2-1-es budafoki vezetésnél voltak lehetőségei a szekszárnak, amelyekkel nem tudtak élni, s a továbbra is jellemző védekezési hibákból egyet kihasznált a fővárosi csapat, így 3-1-en a Budafok jutott a legjobb 32 közé. 2-1-es budafoki vezetésnél kezdtek éledezni a szekszárdi remények. Kockáztattak a fehérmezesek úgy, ahogy ilyenkor kell, a cserék Juhász Máté és Dombi Gergő tényleg hatékonyabbá tudták tenni az előrejátékot. Olykor folyamatosan nyomást tudott gyakorolni az alacsonyabb osztályú szekszárdi csapat az MB2-es fővárosiak kapujára. Azért a budafoki kontrák is gyakran magukba hordozták a gólveszélyt, 2-3 húzásos akcióik hárításához légokapusnak bizony többször is a helyén kellett lennie. Ahogy az lenni szokott, az ellenfél első valamire való helyzetéből újabb gólt ért el. Vankó 7-8 méterről senkitől sem zavartatva, ez volt a baj, lőhetett kapura, s a labda az egyik szekszárdi védő érintésével kikötött a hálóba, öngól. 3-1-el a Budafok lépett tovább a Magyar Kupában a legjobb 32 közé. 2-1-nél volt 3 nagyon komoly egyenlítési lehetőségünk, de ez megint csak az elszalasztott lehetőség. Juhász Máté közel volt a gólhoz, kapufát találta el, végig veszélyes volt. A másik fél időben sokkal veszélyesebben játszottunk, és mentálisan is rendben volt a csapat. Szerintem ebből a csapat tud már előteríteni az MB3-ra. Hamarosan kiderül, vasárnap ugyanis Szekszárd Paks alsóházi rangadó jön az MB3-ba. Regionális híreink következnek. Sikeres akció, második világháborús robbanószereket foglaltak le Kaposváron. Munkát, szakmát adnak mindenkinek, sikeres a baranyai foglalkoztatási paktum. A külföldi példát követik, 2 vezető karmester lesz a Pannon filharmonikusoknál. Tüzérségi lövegeket, több száz lőszert és más második világháborús haditechnikai eszközöket is lefoglaltak a rendőrök 2 kaposvári férfi pincéjében. Az esettel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Szijjártó István bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes elmondta, a 2 férfi a nyomozás során együttműködött velük, elmondások szerint hobbiból gyűjtötték a háborús robbanószereket, tettükért akár 8 évet is kaphatnak. Durván 50 darab 82 mm-es orosz aknövető gránátot találtunk. Ezek jó része a robbanóanyag eltartásra kerülő, illetőleg volt olyan, ami különösen veszélyesnek minősítették a tűzterés szakértők. Emellett tüzérségi lövegeket, illetve különböző lőfegyver fődarabnak minősülő tárgyakat is találtak annak a 23 éves kaposvári férfinak a pincéjében, akinél október 26-án tartottak házkutatást. A robbanóanyagokat, illetőleg a II. Világháborús haditechnikai eszközöket a
A. András és B. Péter úgynevezett hadszintérkutató tevékenysége során szerezte. Nagyrészt Nagybajom térségében, ahol a II. Világháborús hadműletek folytak. A helyszínre a Készenléti Rendőrség tűzszerész szolgálata, a terror elhárítási központ, a kaposvári rendőrkapitányság rendészeti kollégái, valamint a bűnügyi osztály szakembereit is riasztották. A lőszereken és a gránátokon kívül pedig nagy mennyiségben kábítószert is találtak. A házkutatások eredményeképpen a fiatalembernél kábítószer fogyasztáshoz alkalmas eszközöket, illetve a rajta elvégzett szakértői vizsgálat alapján a vérében kábítószer maradványokat találtunk, tehát kábítószer tartása bűncselekményt mindenképpen elkövette. A nyomozás során egy másik hobbi lőszergyűjtőt is elfogtak a rendőrség munkatársai. Megnevezte azt a szemét, akinek ő egy orosz hadipuskát adott kölcsön. Ő nem más, mint B. Péter, szintén kaposvári lakos, akit a kollégáim a Tesco parkolóban a TEK segítségével fogtak el. Ő elmondta a vallomása során, hogy valóban volt nála ez a hadifegyver, egy pár napig, de visszaadta utána a barátjának, és a nála lefolytatott, szintén egy kaposvári családi házban lefolytatott házkutatás során nagyon-nagyon nagy mennyiségű, szintén elsősorban II. Világháborús tüzérségi aknákat, lőszereket, bombákat találtak a kollégáim. A nyomozás során a két kaposvári férfi mellett tanúként hallgattak ki egy bártudvarnoki lakost is. A sajtótájékoztatón a szakemberek kiemelték, a terrorcselekmény elkövetésének gyanúját a nyomozás során kizárták, a lövegek és gránátok szakszerűtlen tárolása azonban nagy bajt is okozhatott volna. A két férfi a tárgyalásig szabadlábon védekezhet. Legalább 2000 munkanélküli bevonása a képzési munkaerőpiaci programokba 2021-ig. Ez a célja eredetileg a Baranya Foglalkoztatási Paktumnak. A megyei önkormányzat vezetésével felmérve a helyi igényeket, szakképesítést szerezhetnek azok, akik munkát keresnek Baranyában. Elhelyezkedésüket is segítik, munkabértámogatást kapnak az őket alkalmazók. A program olyan sikeres, hogy növelni akarják a képzésbe bevonhatók számát. A Komlói Városházán gyűltek össze a Baranya megyei Foglalkoztatási Paktumban résztvevő vállalkozók, a kezdeményezés irányítói, szakértők kedd délután. 2,7 milliárd forintból növelhetik a program keretében a foglalkoztatást Baranya megyében. 2017-től 2021-ig 2000 embernek a bevonását teszi lehetővé olyanok a munkaerőpiacra, olyan embereket, akik... Hát mi úgy szoktuk mondani, hogy 9 szempontból hátrányosak, tehát felsorolhatjuk az alacsony iskolai végzettséget, a közmunkát, a tartós munkanélküliséget, a roma származást. Ezeknek az embereknek a képzését, valamint munkabérét is támogatják a program forrásaiból. Komló polgármestere szerint minden területen igény van a munkaerőre. Udvarostól a betanított munkáson át a szakmunkásig mindenkit keresnek, és a munkahogyi központ a régi lánykori nevén az mindig partner abban, hogy azokat a képzéseket, amelyek szükségesek a vállalkozók részére, azt biztosítsa a munkavállalók számára. Komlón jelenleg 8% körül van a munkanélküliség. Őket a cégek, vállalkozások igényei szerinti szakképesítéssel munkába lehet állítani, mondja a polgármester. A foglalkoztatási paktum a megyei önkormányzat jelenleg legnagyobb és legsikeresebb pályázata. Több mint 2 milliárdos a programkeretünk, és több mint 2 évünk van még hátra a programból, nagyon jól állunk vele, hiszen a számok tekintetében azt tudjuk mondani, hogy 70%-os a munkahely azok a személyeknek a száma, akik az program elvégzése, a tanfolyam elvégzése a munkába is állnak, és ott sikeresen megállják a helyüket. Annyira sikeres a program, hogy a megyei önkormányzat azt kéri, emeljék azoknak a munkakeresőknek a számát, akiket képezhetnek még. Így minden jelentkezőt várnak, aki szakmát, végzettséget szeretne. Komlón a helyi munkáltatókkal közösen beszélték át a fórumon, hogy milyen képzettségű embereket foglalkoztatnának. Új karmester kezdi meg munkáját a Pannon Filharmonikusoknál. Zsilbert Vargát sajtónyilvános testületi ülésen mutatták be a Pécsi Kodály Központban. Az együttesnek ezentúl 2 vezető karmestere lesz, a jól bevált külföldi példák alapján, mely egyben korszakváltást is jelent.
Az együttes először tartotta a teljes társulat részvételével zajló sajtónyilvános társulati ülést. Ez a korszakváltónak nevezett esemény jelentőségét is hangsúlyozza. Ennek célját a magyarországi vezetőzenekaroknál a stabilitás megteremtésében látja Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. A fővároson kívül is létrejöhet egy olyan művészeti társulat, ami státuszkójában nem csak társadalmi elismertségében, nem csak a szakmai visszacsatolásban, nem csak a közönség szeretetében, nem csak a szponzorok támogatásában, hanem a kulturális élet státuszkójában is Magyarország meghatározó művészeti együttese. A következő periódus, amelyet közösen kezdhetünk, ennek a ténynek a rögzítésére, stabilizálására is szolgál. A magyar származású maestro Gilbert Varga először vállal ilyen feladatot. A sajtónyilvános társulati ülésen elmondta, korábban már játszott a Pannon Filharmonikusokkal egy hetet, és Bogányi Tibor munkáját is megismerte. Kiváló véleménnyel volt, ezért döntött úgy, hogy elfogadja a felkérést, és vállalja a másik vezető karmester szerepét, ezzel a további fejlődés útját megteremtve a zenekar számára. Bogányi Tibor a zenekar vezető karmestere a közös munkára személyes szakmai kihívásként és egyben emberi megmérettetésként tekint. A 8. éve itt dolgozó karmester külföldi és fiatal tehetségeket hozott a zenekarhoz, ezzel az együttes szakmai pozícióját erősítve. Egy olyan szintű partnerség és kiegészítő elem és egy új szintet fog hozni a mi életünkben, amit lehet, hogy én nem is tudnék. Tehát így még jobban fogunk tudni fejlődni, és van egy 3 évünk, amikor megmutathatjuk, hogy bizony már olyan produkcióink vannak, amik a nemzetközi porondra egy az egybe adaptálhatóak, de így még több olyan produkciót fogunk tudni adni a közönségünknek, ami egyben egyenesen Berlinben, egyenesen Londonban, New Yorkban elképzelhető. A két karmester más zenei érdeklődése erősíti, gazdagítja a zenekar repertoáriát. A maestro a korábbi nemzetközi karmesterekhez hasonlóan tovább erősíti a város kulturális rangját, országosan és nemzetközileg is. Gilbert Varga januárban lép az együttessel közönség elé Pécset. November 1-e, vagyis Minden Szentek napja, a megdicsőült egyház, 2-a, azaz halottak napja pedig a küzdő egyház ünnepe. A nyugati keresztény hagyományban 1-én a külön naptári nappal nem rendelkező szenteket ünneplik, másnap pedig a halottakra emlékezünk. A keleti rítusú egyházak sajátossága, hogy liturgiában máskor ünnepelnek. A reformátusoknál nem egyházi ünnep a halottak napja, és Minden Szentek, az evangélikusok pedig csak halottak napját tartják. November elején a katolikus egyház egy nagy családképét mutatja. A megdicsőültekkel, akiket Minden Szentekkor ünneplünk, a még tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkozunk, és velünk, akik még vándorok vagyunk. Minden Szentek a megdicsőült egyház ünnepe. A halottak napja az azt jelenti, hogy az elhunyt szeretteinkre emlékezünk, akik nekünk fontosak voltak. Szintén az egyház nem biztos, hogy kanonizálta őket, lehet, hogy bűnük volt, lehet, hogy bocsánatos bűnben haltak meg, és ezért a tisztító tűz állapotában vannak. Ezért fontos az, hogy imádkozzunk értük. Jelezve azt is, hogy közösségben vagyunk. Lehet, hogy nem látjuk őket, lehet, hogy nem tapasztalhatjuk meg őket, ugyanúgy, mint ahogy életükben, de összetartozunk mindenféleképpen. A keleti rítusú egyházak sajátossága, hogy máskor ünnepelnek. Nálunk pünkösd utáni vasárnap a Minden Szentek vasárnapja, amikor azokról az emberekről emlékezünk meg, akik meghaltak, megfelelő, Istennek tetsző életet éltek, és ha bár az egyház még nem is nyilvánította ki, hogy megdicsőültek, de úgy tekintünk rájuk, hogy bennünket, ők az Isten felé vezetnek bennünket. Isten felé vezetnek. Az elhunytakról pedig akár minden liturgiában is megemlékezünk. Szokásként meghonosodott a reformátusok körében is a temető látogatás, ám hivatalosan a halottak napja és a Minden Szentek nem egyházi ünnepük. Ők a reformáció emléknapját ünneplik október 31-én. Az evangélikusoknál és az unitáriusoknál viszont egyházi szinten is nyilvántartják a halottak napját. Végül nézzük, miről szólt ma a híradó. 1 milliárd forintos beruházás Bátaszéken és Bátán, megoldódik a szennyvízelvezetés a településeken. Ünnepi készülődés, temetőfejlesztéssel várják a halottak napját Sióagárdon. Óvatosságra intenek,
az ünnepek miatti lopásokra, balesetekre figyelmeztetnek a hatóságok. Az enyhe ősz a vírusoknak is kedvez, Tolnán sok gyerek betegen tölti a szülidőt. A következő napokban is marad a szokatlanul enyhe idő, akár 20 fok feletti csúcshőmérséklettel. Csak pénteken és szombaton lehetnek erősebben felhős időszakok, akkor zápor, zivatar sem kizárt. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahol képeket, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!